Nem lehet Isten nevében háborút vívni, a békére szólít Ferenc pápa. Tágas tér, keresztény sokszínűség Szegeden. Kitart a reformok mellett, Obama évet értékelt. Üdvözlöm Önöket, jöjjönnek a részletek! Nem lehet Isten nevében háborút vívni, így szólított fel a békére Ferenc pápa a szerdai általános audienciáján. A Szentatya az ázsiai apostoli útjának tapasztalatait összegezte a 6. Pál teremben tartott beszédében, valamint arra kérte a híveket, imádkozzanak vele együtt az afrikai keresztény üldözés áldozataiért. Ferenc pápa helyretette a pápai pofont. Az elmúlt héten egy repülőn tartott sajtótájékoztatón az egyházfő azt mondta, ha a barátom szidja az édesanyámat, akkor pofonra számíthat. Ezt a kijelentését pontosította a Manillából hazafelé vezető úton. Riporteri kérdése a pápa azt mondta, elméletileg, teória szintjén mondhatjuk, hogy egy sérelemre, egy provokációra adott erőszakos válasz, az nem egy jó dolog. Elméletileg mondhatjuk, hogy van szólásszabadság, és ez nagyon fontos. Elméletileg rendben van, megegyezünk, de emberek vagyunk, és itt van a bölcsesség, az emberi együttélés erénye. Én senkit sem provokálhatok, mert ez azzal a kockázattal jár, hogy felbőszítem, hogy jogtalan, nem igaz, nem helyes válaszra kényszerítem. De emberi. Ezért mondom, hogy a szólásszabadságnak szem előtt kell tartania az emberi valóságot, és ennél fogva bölcsnek, megfontoltnak kell lennie. Hogy úgy mondjam, jól neveltnek kell lennie, ezt mondta a pápa. Torino város díszpolgárának választotta Ferenc pápát. A döntést egyhangulag megszavazta a városi tanács, tekintettel a pápa piemonti gyökereire. Mint ismeretes, a Bergoglio család Piemont tartományból származik. A Szentatya júniusba utazik Torinóba, a torinói lepel közszemlérettétele, valamint Boszkó Szent János születésének 200. évfordulója alkalmából. Legyetek álhatatos szívűek, ez a címe a pápa üzenetének, melyet február 18-án kezdődő nagybőjti időszakra adott ki. Az üzenetet január 27-én mutatják be az újságíróknak a Szentszék sajtótermében. Ferenc pápa üzenetét elküldte a Séta az életért idei rendezvény szervezőinek is, amit január 25-én tartanak Párizsban. Dolgozni kell a szeretet civilizációjának és az élet kultúrájának építésén, ebben foglalható össze az üzenet lényege. A Szentatya utalt az Olasz Katolikus Orvosok Társaságával való novemberi találkozásakor mondott beszédére, az emberi élet mindig szent és sérthetetlen, éppen ezért szeretni, védeni és ápolni kell. Haszonkölcsön szerződést kötött a Szombathelyi Egyházmegye és a Szavaria megyei hatókörű városi múzeum. Ennek értelmében a romkert továbbra is a múzeum kezelésében marad. A Szombathelyi Egyházmegye beszámolója következik. A romkert az ókori Szavária, a mai Szombathely múltjának megismerésében fontos szerepet játszik. Évente több ezer látogatója van a helynek, amely olyan kincseket őriz, mint az egykori helytartói palota mozaik padlója. Veres András megyés püspök és Csapláros Andrea, a területet kezelő múzeum vezetője tettek sétát az ókori maradványok között. Az elmúlt években nem jutott elegendő forrás a területen az 1937-ben megkezdett ásatások folytatására. Pályázatok nyújthatnak ehhez segítséget, ám előbb írásba kellett foglalni a romkert használatával kapcsolatban több évtizedek kialakult gyakorlatot. A szerződést Csapláros Andrea és Veres András megyés püspök látták el kézirükkel. Szombathelynek és Szaváriának, annak a nagyon fontos fordulópontjának a kutatására, amelyhez a Szent Márton élete is kötődik, és pont az ő életében is lejátszódnak ezek az események, de régészeti és ókortörténeti vonatkozásait még itt Szombathelyen annyira nem ismerjük, és erre kell most koncentrálni a kutatócsoportnak.
A Nemzeti Kulturális Alap az NKN keresztül sikerült egy pályázatot beadni, ami nyert is. Ez egy felmérése volt a mozaiknak, ugye egy nagyon híres mozaikról van itt szó, ami itt Pannoniában a legnagyobb összefüggő mozaik, és ennek a rendbetételére kell pályázatokat hirdetünk. Itt nagyon sok pénzről van szó, tehát egy kb. 50 millió forint az, ami ezt a mozaikot rendbe tudná tenni, ha így mondhatom, és megoldaná véglegesen nek a rendkívül romló állapotát, és erre szeretnénk pályázni. Ugye itt nem csak hazai pályázatok vannak, hanem külföldi partnerekkel is, az ókeresztény kutatáson belül is lehetőség nyílik pályázatoknak a beadására. Itt Ausztria, Szlovénia és Horvátország játszik elsősorban fontos szerepet. Az Egyházmegye támogatja a múzeum törekvéseit a terület rendbetételére, az újabb feltárások elvégzésére, turisztikai hasznosítására, mondta Veres András. Kiemelte azt is, hogy Géfény Gyula, a papi szeminárium egykori rektora vezetésével kezdődött meg a területen a kutatás. Nagyszabású háromnapos találkozót szerveznek a szegedi egyházközösségek szeptember végén Tágas Tér Fesztivál címmel. A programok a helyi kereszténység sokszínűségét szeretnék bemutatni, mondta keddi sajtótájékoztatón Cagány Gábor, református lelkész. A rendezvény elnevezése az egyháznak is üzen, hiszen az élet nem csak a templomok falai között zajlik, tette hozzá a lelkész, de az esemény nem elsősorban az egyházak, közösségeik és intézményeik bemutatkozását szolgálná, hanem egy olyan tér létrejöttét, ahol számtalan egy élhetőbb Szegedért dolgozó intézmény, illetve kezdeményezés jelenhetne meg. Koncertek, előadások, kiállítások, bemutatók várják az érdeklődőket szeptember 25-e és 27-e között az Újszegedi Erzsébetligetben. Február 17-én munkalátogatást tesz Magyarországon Vlagyimir Putyin orosz elnök, jelentette be szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy annál is inkább lesz miről beszélni a munkalátogatáson, mert az Európai Unió által Oroszországgal szemben bevezetett szankciók és az orosz embargós ellenintézkedések jelentős mértékben visszavették a két fél közötti gazdasági és politikai együttműködést. Február elején Angela Merkel német kancellár is Magyarországra látogat. A találkozón valószínűleg szó lesz Németország által az Unióban képviselt szigorú gazdaságpolitika magyar támogatásáról és az Oroszországgal szembeni szankciós politikáról is. Jelképesen elhelyezték a felújítandó Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat rendelő intézet alapkövét. Megkezdődött a Józsefvárosi Aurora utcai szakrendelő felújítása. A fejlesztés a józsefvárosiak egészségbiztonságát szolgálja, egy korszerű épület és profi egészségügyi ellátás, korszerű gépek várják majd őket, mondta szerdai sajtótájékoztatóján Kocsis Máté polgármester. Javulnak a dolgozók munkakörülményei, és a polgármester várakozásai szerint csökken az évi 325 ezer orvos-beteg találkozó is. Hozzátette, bízik abban, hogy az Aurora utcai szakrendelő budapesti kerületi szinten is egyedülálló létesítmény lesz felszereltségével és ellátásaival. A másfél milliárdos beruházáshoz 970 millió forint a Széchenyi pályázati forrásból származik, 285 millió forintot a belügyminisztérium biztosított, és további 255 millió forint a 8. kerületi önkormányzat önrésze. A rendelőben évente több mint 325 ezer alkalommal találkoznak betegek orvosokkal. Józsefváros mintegy 80 ezer lakója mellett más kerületből is érkeznek ellátásért a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Intézményébe, áll a polgármesteri hivatal közleményében. A felújítás idején a betegellátás folyamatos lesz. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévé nyilvánította 2015-öt a kormány a magyar közlönyben megjelent határozata szerint. Az emlékév megemlékezés arról, hogy 70 éve kezdték meg a kényszermunkára történő internálást. Emlékbizottságot hoznak létre, amely javaslatot tesz a kormánynak egyebek mellett az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok szervezésére, emléktáblák és emlékhelyek létrehozására, valamint filmek készítésére és kutatásokra. A bizottság elnöke Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter lesz, olvasható a határozatban.
Megtartotta évértékelő beszédét Barack Obama, amerikai elnök. Három témát emelt ki. Az iszlám állam ellen a légicsapások után szárazföldi offenzívát is indítana az Egyesült Államok. Az elnök arról is beszélt, külön adót vet neki a gazdagokra, a középosztálybeli családoknak viszont adókedvezményeket adna. Hangsúlyozta még, nincs olyan kihívás, amely a nagyobb fenyegetést jelentene a jövő nemzedékeire a klímaváltozásnál. Az elnök kifejtette, a demokraták és republikánusok között csak a terror elleni harcban van egyetértés. Obama közölte, most, hogy már nem kell több választást nyernie, kitart a reformjavaslatai mellett akkor is, ha azok népszerűtlenek. 13 fiatal férfit végezett ki az iszlám állam, amiért megnézték az Irán-Jordánia labdarúgó mérkőzést. A fiatalokat egy stadionban gépfegyverekkel végezték ki. A büntetést néhány tucat szemtanú is végignézte, a fiatalok bűnét, azaz, hogy megnézték a foci meccset, a hangos bemondón keresztül ismertették. Először mutattak be magyar nyelvű szentmisét Isztambulban Árpádházi Szent Margit ünnepén, tájékoztat a Magyar Kurír. A szentmisén a szentéavatott magyar királylány közbenjárását kérték hazánkért, valamint megemlékeztek Szent László királylányáról, Piroskáról is, aki bizánci császárné lett. A közös megemlékezés az ökumenikus imahét keretében különösen mély, szimbolikus jelentőséget kapott. Az újvidéki polgárok, talán a világon elsőként, immár nem közönséges csapvizet isznak, hanem igazi szentelt vizet. Erről cikkeztek helyi és vajdasági lapok. A Városi Vízművek Közvállalat a héten ugyanis megünnepelte az ortodox vízkeresztet, és ebből az alkalomból a pópa megszentelte a csapvizet. Az ünnepi beszéd során elhangzott, hogy a hordóban álló csapvíz megszentelésével az áldás jelképesen átszáll arra a vízre is, amelyet az újvidéki polgárok kapnak a vezetékeken keresztül. Végezetül felhívnám figyelmüket, hogy 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz kéziratát. A jeles napon rengeteg program várja az érdeklődőket. Az Uránia Filmszínházban például levetítik az előző évben megjelent magyar játékfilmeket, de számos irodalmi est színházi előadás közül válogathatnak minden városban. A Bónum híreket látták, ne feledjék, ha hírük van, küldjék el nekünk. Várjuk fotóikat, videóikat is. Ha tehetik, támogassák a televíziót és hívják az adományvonalat. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!